Dunavarsány, Kolozsvári utca, Bóna Zoltán képviselő háza. Egy gyáva politikus lakik itt, aki eladta a magyar népet a pénzhatalomnak. Ugye minden egyes olyan intézkedés és szavazás és törvény, ahol a pénzhatalom jabát szolgálják a nép ellenében, az azt jelenti, hogy eladták a népet a pénzhatalomnak. Látszik az, hogy nem kell ezt előre bejelenteni, nem kell megszervezni, hanem ha valaki arra jár, amerre egy politikus lakik, ott ezt meg tudja tenni. Ugye kikerült a patkány is. Ugye az is teljesen egyértelmű, hogy Dunavarsány az a hely, ahol annyira nem tetszik ez, amit csinálunk, hogy a jegyző is eljárást indít. Ugye a legelső patkányból a szeptember 18-a miatt ugye itt Dunavarsányban jegyzői eljárás folyik, mert hogy a kerítésre kikerül néhány plakát. Ez egy nagyon érdekes és visszás helyzet, mert hogy ugye Dunavarsányban és Szigetszent Miklóson úgy gondolják, hogy ez közterületi tiltott plakátolás, míg Budapesten arra hivatkoznak a rendőrök, hogy magánterület a kerítés, tehát hogy a kerítésre plakátolni a tulajdonos hozzájárulása kellene. Ez egy kicsi ellentmondás, és ugye ellentmondás hegyek vannak még másképp is. Innen is csókolom Bizt Ferencet, aki egy kicsit túlértelmezi a történetet. Az első patkánygóval kapcsolatban ő ugye ott sem volt, de a patkánygó után kutattak az interneten, és talált egy videót, ahol én azt mondtam, hogy elmagyaráztam, hogy ez arról szól a patkánygó, hogy emberek elmennek a politikusok házához, és kiteszik a plakátokat, illetve mondtam, hogy remélem, hogy sokan elmennek, ebből a Bizt Ferenc azt szűrte le, hogy én szervezője voltam annak a patkánygónak, és épp tegnap hallgattak ki ez ügyben. Hát szerintem meg a Bizt Ferenc is húzza ki a nyelvét a bankárok és a politikusok seggéből. Bóna Zoltán meg jó lenne, hogyha most már végre elkezdeni a nép érdekében is felszólalni, ugyanis két év alatt egyszer sem szólalt fel a választók érdekében. Volt összesen 6 darab felszólalás a parlamentben, de az nagyjából olyan jellegű volt, hogy most legális legyen az, hogy a nyulak dugnak a mezőn, vagy ne legyen legális, tehát körülbelül ennyi volt a nép érdekében való felszólalása. Semmi olyan, hogy mondjuk menjenek a picsába a bankárok, vagy legyen jobb az oktatás, vagy legyen a kórházban gyógyszer, kötszer, meg egyáltalán ember. Hát ilyeneket ő nem szokott tenni, mert nem ez az érdeke. És ugye érdekes módon most itt hátranézek, és más is látom, hogy egyre többen gyűlnek itt, mint hogyha a sárga pólósok nem sárga pólóban egyszer csak megjelennének valahol. Valahogy ugyanaz jutott megint az eszünkbe, nem? Hogy ha már egyszer erre járunk Dunavarsányban, akkor ki ne hagyjuk Bóna Zoltán házát. Hajrá! Hajrá!